mi a legnagyobb problémája a nyelvvizsgázóknak? Egyáltalán nem az, hogy nem jó az angol tudásuk. Egyáltalán nem az, hogy bénák vagy buták lennének. Sőt, még csak nem is maga a nyelvvizsga nehéz. Most biztos azt kérdezed, hogy oké, Tini, ha nem az angol tudás ma gond, ha nem vagyok béna, és még maga a nyelvvizsga sem nehéz, akkor mégis mi a baj? Miért küzdök annyira a nyelvvizsga megszerzésével? Röviden azért, mert nem tudod, hogy hogyan kell felkészülni célirányosan. Bekötött szemmel repülsz, megtanulsz mindent, amit elé tesznek a tanárok, aztán vagy kérdezik a nyelvvizsgán, vagy nem. Ismerős az érzés. Érezted már úgy, hogy nem tudod, mit kéne megtanulnom, és ezért megtanultál mindenből egy kicsit, aztán végül nem érted el a célodat? Mit szólnál ahhoz, ha én megmutatnám neked azt, hogy hogy lehet célirányosan és tudatosan felkészülni a nyelvvizsgára? Mit szólnál ahhoz, hogy olyan kész, lépésről lépésre segítséget nyújtó tananyagot adnék neked, amivel tényleg csak annyi a dolgot, hogy tanulsz? Nem kell agyalnod azon, hogy jó dolgot tanulsz-e már. Nem kell azon agyalnod, hogy vajon kérdezik-e majd. Ez a megoldás célirányosan a TELC középfokú angol nyelvvizsgára készít fel. Semmi egyébet nem tartalmaz, csak azt, ami kell a garantáltan sikeres nyelvvizsgához. Érdekel a megoldás? Mit kapsz a TELC középfokú angol nyelvvizsga felkészítő tananyagomban? Mikor belépsz majd a tananyagba, akkor ez lesz a kezelő felületed. Itt találod majd a menüpontokat. Kezdj itt Reading, Writing, Grammar, Listening és Speaking. A TELC és az LCL tananyagban is ugyanezeket a menüpontokat fogod megtalálni, és nagyon hasonló lesz a vizsga felépítése, nyilván mind a kettőben célirányosan fogsz készülni a nyelvvizsgára, TELC-re vagy az LCL középfokra. A Kezdj itt menüpontban fogod megtalálni a nyelvvizsga felépítését, itt épp a TELC-t látod majd, mire hány pontot kapsz, mire mennyi időd van, és hány százalékot kell elérned. Ezután megtalálod a Mentális Felkészülés című videómat, ami ugye megmutatja, hogy hogyan kell fejben, mentálisan felkészülni a nyelvvizsgádra. Ezek után összeírtam neked egy olyan sok, illetve olyan kérdéseket, jó néhány kérdést, amit a diákjaim szoktak, vagy az érdeklődők szoktak feltenni, illetve a nyelvvizsgára készülők szoktak feltenni a nyelvvizsgával kapcsolatban, például hány éves kortól lehet jelentkezni, mikor és hol tudsz vizsgát tenni, mennyibe kerül, mikor nehezebb a vizsga, stb. Na, ez csak itt elég sok kérdést összegyűjtöttem neked, valamint a vizsgaszabályzatot is megtalálod benne. Aztán itt kapsz majd egy próba nyelvvizsgát. Én ezt akkor ajánlom, hogy megcsináld, amikor már átrágtad magad, megtanultad a tananyagot, és készen állsz, hogy teszteld a tudásodat. Aztán látsz itt egy olyat, hogy Reading. Ebben a menüpontban, a Reading bevezetőben kapsz tőlem jó néhány videót, hogy milyen feladatok vannak a nyelvvizsgán, hogyan olvas úgy, hogy közben a szöveget is megértsd, hogyan olvas úgy gyorsan, hogy közben a szöveget is megértsd, valamint a nyelvvizsga legfontosabb technikáját is megmutatom, a keywordinget. Itt tudsz tovább menni a következő részhez. A TELC-en az első típusú feladat a readingben ugye az a matching headings to paragraphs, azt jelenti, hogy a címeket a paragrafusokhoz párosítani. Itt lépésről lépésre, ha látod, és megnézed, leírtam neked, hogy ezt hogyan kell jól, gyorsan és hibátlanul megcsinálni. Valamint látsz itt feladatokat is, hogyha megvetted az extra kiegészítő feladatsorokat, akkor itt bizony nem 5 feladatod lesz, hanem 13 feladatod lesz. És ez azt jelenti, hogy reading, tehát part 1, 2, 3, 3-szor 13 feladatod lesz csak a readingnél, tehát ezt nagyon sokszor tudod gyakorolni. Aztán ugyanez van a reading part 2 és part 3-ben, hogy gyakoroljuk és elmondom, hogy hogy kell megcsinálni a, megmutatom neked például a másik, az egy multiple choice, ugye amikor három lehetőségből kell kiválasztani a helyeset, ott is lépésről lépésre megmutatom, hogy hogy kell megcsinálni. Csináljunk egy feladatot, megmutatom, hogy hogy néz ki ez a kvíz, nagyon szuper, itt van a feladat maga,
És most gyorsan kitöltögettem random a válaszokat. Itt ugye beírod, amelyik szerinted a helyes válasz. Megcsinálod a nyelvvizsga stratégiával, amit megtanulsz itt már előtte, hogy ugye hogyan is kell ezt a feladatot megcsinálni, tehát lépésről lépésre minden benne van. Rányomszor, hogy finish quiz, és utána pedig megmutatja, hogy 5 pontból egyetértem, ez az 20%-os lett. Itt találsz hozzá egy 13-14 perces videó tanári magyarázatot, hogy ezt hogy kell megcsinálni. Itt lépésről lépésre megmutatom neked, nagyon interaktív, tehát olyan, mintha ott lennék veled, és együtt tanulnánk. Aztán megnézheted a view questions, ami azt jelenti, hogy meg tudod nézni, hogy mi a hiba, tehát hogy correct vagy incorrect, és hogy mit rontottál el, vagy újra is kezdheted a quiz. Tehát nagyon szuper, mert több százszor is megcsinálod, és gyakorolhatsz rajta. És itt látod a harmadik típusú readinget, és ugyanígy lépésről lépésre megmutatom neked, hogy hogy kell megcsinálni. Ezt az LCN-nel ugyanúgy egyébként, ott 5 féle típusú reading van, úgyhogy ez egy kicsit bővebb, de ott is végigfogom a kezedet. Itt is látod, hogy nagyon sok feladatot kaptál hozzá. Itt például be kell írogatni, meg is mutatom neked, mondjuk A, B, és random beírogatom a válaszokat. Itt is finish quiz, igen, be kell fejezni mindegyiket, mindegyikhez kell írni. És látod, hogy 2 pontom lett a 10-ből, vagyis 20%-ot értem el. Itt meg tudod nézni, hogy hogyan is kell megcsinálni ezt a feladatot, valamint meg tudod nézni ugye a helyes válaszokat, itt vannak, és ha szeretnéd, újra is tudod kezdeni. Szóval nagyon interaktív. Szóval nézzük, hogy mit kapsz a writing menüpontban, nekem ez a kedvencem a speaking-el együtt. Itt a levélírás bevezetőnél kapsz egy olyat, hogy mit kell tudni általánosságban a levélírásról, és azt az 5 lépcsős technikát, amit úgymond én találtam ki, mégis én találtam ki, hogy hogy kell megírni, vagy ezt biztos, hogy hallottad már tőlem, hogyha figyeld a Facebookomat, hogy hogy kell megírni egy levelet, és hogy oszd az idődet. És ezek a tipikus témák itt a telcnél, a nyaralás, hotelszoba lefoglalása, érdeklődés ezzel kapcsolatban, nyelvtanfolyamra vagy tanfolyamra való jelentkezés, csatlakozás egy klubhoz, csapathoz vagy közösséghez, panaszlevél ez biztosan mindig benne lesz, az LS-re való jelentkezés, LS-pályázat és a baráti levél, itt ezeket látod mindiket kidolgozva, megmutatok egyet neked. Levélminta, itt a minta feladat, alatta pedig az én megoldásom, hogy hogyan is kell kinéznie egy mintalevélnek, és itt látod, hogy mik ezek a kötelező elemek, mindenhez kommentet fűztem, és itt egy példa, remélem, amit én megírtam neked, hogy hogy kell kinéznie formailag, tartalmilag. Aztán minden részéhez a levélnek, itt például a bevezetés látod, kapsz egy mintát, hogy hogy kell megírni a bevezetést a panaszlevélnél, itt pedig beértesíted a saját kis ötleteidet, és kész is van a bevezetés, de egyébként ennyi példát hoztam csak a bevezetésre neked. A tárgyalásról is megmutatom neked, hogy hogyan kell ugye megírni a tárgyalást, valamint nagyon sok kifejezést és komplet mondatot kapsz tőlem arra, hogy hogy kell megírni például, ha termékről vagy ruháról panaszkodsz, mi történt, mondjuk tönkrement, vagy elromlott, vagy nem indul, milyen volt, itt is, hogy hibás, rosszul vagy csomagolva, és hogy mit szeretnél. Szeretnéd visszakapni a termék árát, vagy szeretnél visszatérítést. Ugyanez van az étteremnél, programnál, reptérnél, nyaralásnál, szomszédnál, és még több extra kifejezés a panaszlevélhez. Itt vagy, hogy kell befejezni, hogy kell elköszönni. Itt pedig látod a feladatokat, 10 feladat van. A 7 témakörhöz, ugye ezek, amiket felsoroltam az előbb, az álláspályázat, a nyaralás, 7x10 feladat, az 70 típusú, 70 féle levél van, úgyhogy aztán tényleg gyakorolhatsz kifulladásig. Ha szeretnél, akkor tudsz tőlem vásárolni, ez egyébként a guru csomagban benne van,
a Power Writing Credit, ami azt jelenti, hogy 3 darab leveledet kompletten kijavítom, kommentelem, és egy videó tanári magyarázatot fogsz tőlem visszakapni, megkapni e-mailben, hogy mik a hibáid, mire erősíts rá, és mire figyelj, szóval ilyet is tudsz vásárolni, de ez egyébként ez a guru csomagban benne van. És a writingnél ugyanúgy az összes témánál kapsz nagyon-nagyon sok kifejezést, mint a levelet, és végigfogom a kezed. A kötőszavaknál pedig megtanulod azt, egyébként ezt nem csak a nyelvvizsgára érdemes tudni, hanem meg úgy építettem fel egyébként az egész tananyagot, hogy a való életben is meg fogsz tanulni angolul, de itt most a nyelvvizsgára koncentráljunk. Tehát, hogy a véleménynyilvánítás, vagy véleményed szerint, az én nézőpontomból szerintem, tehát nagyon sok ilyen kifejezést, kötőszót hoztam, amivel ugye tele kell tűzdened a leveledet, úgyhogy ez is nagyon-nagyon sok kifejezést tartom, ezt tehát kompletten több száz, több ezer kifejezést fogsz tőlem kapni. Aztán van egy ilyen checklist, ez a 20 pont, nagyjából 20 pont, hogyha ezeket mind megvannak a leveledben, és azt mondod, hogy tényleg ezeket becsületesen, maradéktalanul beletettem, akkor tökéletes lesz a leveled, és szinte maximum pontot fogsz kapni. A grammarnél bevezetés az egy kis bevezetés, hogy mit kell tudnod a nyelvtan részni a nyelvvizsgán, valamint egy ilyet beletettem, hogy word classes, azaz szófajok. Ez azért lesz nagyon fontos, mert ezt nem tanítják meg az iskolában, angolul sem sokszor sajnos, pedig hidd el, hogy ez kulcsfontosságú szerepet játszik a nyelvvizsgában. Nagyon sok videót kapsz hozzá, nagyon sok feladatot kapsz hozzá, és abszolút interaktív. Aztán jönnek, ugye a grammarnek két része van a telcen, és akkor itt látod a feladatokat. Példafeladat, és hogy hogyan kell megoldani egy ilyet, ugye itt megmutatom, ez csak maga a példafeladat, és hogy ez a gyors olvasás technika, amit megtanítok neked. Valamint itt látod az éles feladatokat is, nézzünk meg egyet, mondjuk itt van maga a feladat, és utána pedig itt meg tudod nézni, hogy jó-e, amit írtál, és hogy itt vannak a tanári magyarázatok is, tehát videót kapsz meg, egy 12 és fél perces videót, és minden feladat után összegyűjtöttem neked néhány kifejezést, amik a legfontosabbak voltak ebből a nyelvtani feladatból. Ugyanezt találod meg a Grammar Second Part-nál, feladatok 2-nél, ami ugye a második része a grammarnek, és ugyanúgy végig megmutatom, hogy hogy kell ezt megcsinálni, példafeladat, éles feladatok, tanári videó magyarázatokkal. Következik a listening, ennek 3 része van a telcnél. Az első résznél ugye az van, hogy 5 rövid cikket hallasz, és címet kell adni neki. Itt is leírtam, hogy lépésről lépésre hogy tudod ezt megoldani. Utána pedig egy példát, hozok egy rövid példát, aztán az éles feladatokat. Nézzünk egyet, hogy mi történik ennél a kvíznél, mondjuk A, F, E, D, C, finish quiz, megint jönnek ugye a megoldások, hát itt sajnos 0%-ot értem el, itt találod a tanári audio magyarázatot, és a szövegek átiratát is megkapod. Ez azért nagyon jó, mert meg tudod újra hallgatni, és el tudod olvasni, hogy miről is hallottál, és sok új szót tudsz ebből is ám tanulni. Valamint megnézheted a kérdéseket, itt ugye megint meg tudod hallgatni, itt meg tudod nézni, szóval olvasni is tudod hozzá egyszerre, és itt vannak ugye a helyes válaszok, hogy mi lett volna a helyes válasz, és itt pedig újra tudod kezdeni a kvízt, tehát 100-szor, 1000-szer gyakorolhatsz. A második, harmadik rész is nagyon hasonló, nagyon sok feladattal és tanári videó és audio magyarázattal. A speaking nagyon szuper, imádom. Nagyon sokan a nyelvi hanganyagot tettünk nektek bele. És először itt elmondom, hogy mire kell figyelni a szóbeli nyelvvizsgán. Az introduction, a bevezetésnél, ugye, amit nem pontoznak a nyelvvizsgán, ahhoz is kapsz egy mintapárbeszédet, ahhoz is kapsz egy olyan csokor kifejezést, mondatot, kérdést, amit bátran feltehetsz a párodnak a vizsgán, és itt van a válasz is rá, hogy hogyan válaszoljál. Tehát ötlet nélkül biztos nem maradsz.
A következő rész pedig a presentation. Ez a legnehezebb részen a nyelvvizsgán, mert itt egy-két percig önállóan kell beszélned egy általad kiválasztott témáról. A jó hírem az, hogy az összes témakört kidolgoztuk neked. Ez csak 28 témakört kidolgoztunk neked. Egy témakörön belül megkapod a mintaprezentációt, tehát meg tudod tanulni. Meg tudod hallgatni, az anyanyelvi hanganyag, egy amerikai hölgy mondta fel nektek. Utána pedig szószedetet kapsz minden egyes topikhoz, minden egyes témához, valamint egy keretszöveget, amiben ha beértesíted ide-ide-ide a saját kis ötleteidet, akkor kész a prezentációd, és ez 28 témán keresztül, nagyon jó, nem? Itt pedig meg tudsz nézni egy teljes vizsgaszimulációt, ezt csak azoknak adom oda, akik ugye megvásárolták a tananyagot, tehát ilyet biztos, hogy nem látsz sehol, nem ad egyik tanár sem, tanfolyamon sem kapsz ilyet, hogy megmutatják élesben, hogy hogy is néz ki egy szóbeli nyelvvizsga. A következő része, a discussion, a második feladat ugye a szóbelinél, ez a vita feladat. Itt nagyon sok kifejezést hoztam, illetve kötőszót kifejezést hoztam megint nektek. Itt meg tudod hallgatni, ugye anyanyelvi beszélőtől, ő pedig egy brit, tehát brit kiejtést is fogsz hallani, hogy hogy kell ejteni ezeket a kifejezéseket. Például véleményem szerint itt van angolul, itt van magyarul, itt van az angol példamondat, itt van a magyar példamondat. Tehát minden kész van neked, még szótáraznod sem kell. Nagyon-nagyon sok kifejezéssel. Valamint ha megnézed, akkor itt van 10 féle példafeladat. Kiemeld benne a keywordeket, vagyis a kulcsszavakat, és mindegyik témához hoztunk neked 10 mondatot, magyarul és angolul is, valamint meg is tudod ezt is hallgatni, hogy ne maradj ötlet nélkül, és olyan topikokat szedtünk például össze, mint hogy a videójátékok, a környezetszennyezés, a légikatasztrófák, tehát abszolút olyan témákat, amik naprakészek, és biztosan szerepelni fognak a nyelvvizsgában. Hát ennyi lenne igazából, nagyjából 120 órányi tananyagot szedtem össze nektek. Fontos tudnod, hogy ezt a tananyagot bárhonnan, bármikor eléred, mindössze egy számítógépre és internet kapcsolatra van szükséged. Akár tabletről és mobiltelefonról is tudsz tanulni gond nélkül. A hozzáférésed korlátlan ideig szól, így akár évekkel később is tudod majd használni a megvásárolt tudást. A tananyagot folyamatosan bővítjük és napra készen tartjuk. Neked mindig ott lesz a legfrissebb verzió, és ezért nem kérünk el egy forintot sem. Kiemelkedően gyors és segítőkész ügyfélszolgálatunk van, 24 órán belül válaszolnak minden levélre. A tananyaghoz a hozzáférést az átutalásod beérkezésétől számított 24 órán belül megkapod, így lényegében egy munkanap alatt már hozzá is jutsz a tananyaghoz. Nem kell eljárnod extra nyelvórákra vagy nyelvtanfolyamra azért, hogy sikeres vizsgát tegyél. 6 nyelvóra áráért most egy komplett TELC angol középfokú nyelvvizsga felkészítő tananyagod lehet.